szerkesztő, aki a közszolgálati csatornán elkészített... Mitől vagy így felbaszva? Amin két azonos bűncselekmény... Remélem nem jutott eszébe, hogy három hónapja nem adtam neki kajapiszt. Az egyiket egy magyar... Mi van már, he? Semmi! Ne kíresd magad, mert felpofoznak a kurványádba és az arcoddal törlöm ki a potyántost. Faszom, egyik rohadt tanár felpofozott a többiek előtt. Az én fiam? A rák mardossa a fekete szívid. Mi a neve? Haverokkal szétbaszom a fejét. Tényleg? A nevét mondjad már, he? Müller valami. Intézem. Amúgy mit csináltál? Rugdastam a budi ajtót. De ugye nem kell kifizetni semmit, mert akkor nem megyek be. Nem tört el, csak hangosan rugdostam. Jó, az teljesen rendben van. Jaj, drága uram, jöttem, hogy elnézést kérjek a fiam nevébe. Hallottam, hogy csúnyán viselkedett. Majd otthon jó belebaszok a pofájába, akarom mondani, helyre teszem. Még egyszer elnézést. A viszontlátásra, szép napot. Ez a kis buzi említette volna a két méteres tesi tanárra baszakodik. Én meg már tökre bekészültem, hogy szétverek egy nyugdíjas irodalom vagy teri tanárt. Majd otthon kap olyat ez a gyerek.